Néhány perc múlva sajtótájékoztató kezdődik a Liszt Ferenc repülőtéren. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter tartja a török puccsal kapcsolatban. Nagyon gyorsan elmondom a friss híreket. Tovább emelkedett a sérültek és száma. 1100 sérültről szólnak a friss hírek. 1500 ember tartóztattak le. Tehát úgy tűnik, hogy kontrollálták a helyzetet Törökországban. Most egy olyan aspektusáról beszélünk a tegnap éjszakai történéseknek, amiről eddig még talán nem volt szó, méghozzá gazdasági visszaesésről. Németh Dávidot, a K&H Bank vezető elemzője van velünk telefonon. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Törökország nagy ország, 70 millió lakos, nagyjából a világ 15. legnagyobb gazdasága, saját, nagyon komoly saját iparral, tehát egy igazi gazdasági nagyhatalomnak számít. Tegnap este, amikor bekövetkeztek az események, nagyjából fél óra alatt 5%-ot esett a török líra árfolyama. Ez törvényszerű-e? Vissza lehet-e fordítani például ezt a folyamatot? Hát a reakció az mindenképpen törvényszerű, hiszen nem lehetett tudni, hogy milyen kormány alakul, hogyha esetleg ez a puccs megvalósul és stabil marad, tehát egy új kormányt kell alakítani, utána nem lehet tudni, hogy ez milyen erőket fog képviselni, milyen értékeket fog képviselni a jövőben, kiket támogat, milyen gazdaságpolitikát támogat. Tehát összességében ez a bizonytalanság, ez már önmagában indokolja azt, hogy a török líra gyengüljön. Illetve hát emellett azért ennek mindenképpen gazdasági áldozata is lesz, hiszen már csak arra gondolunk, hogy turizmus szempontjából nem kedvező egy olyan országba utazni, ahol katonai fenyegetettség van, és hát azért Törökországnak elég komoly bevételi származnak a turizmusból, és emellett pedig egy ilyen bizonytalan környezetben a külföldi működő tőke beáramlás is alul maradhat, ami azért is fontos nagyon Törökország esetében, hiszen elég jelentős folyófizetési mérleggel rendelkezik, tehát nekik folyamatosan az ország az hiányt termel, és ahhoz, hogy valamennyire ez egyensúlyba kerüljön, ehhez szükség van arra, hogy a külföldi működő tőke az folyamatosan beáramoljon az országba. Tehát ilyen szempontból akár ez likviditási, a devizához való hozzájutási problémához is vezethetne. És hát ezektől való félelem az, ami például a török lírát hirtelen 5-6%-os mínuszba tolta el. David, mi a baj a török gazdasággal? Ugye fél Európa török buszokkal jár, 1 millió autót gyártottak 2006-ban, ha jól emlékszem. Nagyon erős a textiliparuk, ugye mondjuk jó, ebben szerepe van a hamisításnak is, de hát nagyon komoly textiliparuk van, hajókat gyártanak, van bányászatuk, nehéziparuk, tehát miért szorulnak még mindig tőke importra, illetve miért mínuszos a költségvetésük? Hát alapvetően elég sokan van a Törökországban, nagyon sok a fiatal. A munkanélküliségi rátájuk azért az viszonylag magasnak mondható, hiszen 10% körül van. Emellett egy elég komoly gazdasági sok kísérte azzal, hogy Szíriából nagyon sok ember megy Törökországba. Most már 3 millió ember körüli mértékre nőtt az a bevándorlóknak a száma, akit igazándiból Törökországnak el kell tartania. Ez egy elég jelentős költségvetési kiadást jelent a török gazdaság számára. Azért növekszik a török gazdaság, tehát arról beszélgetünk, hogy kb. 3-4%-kal tudott növekedni az elmúlt években, csak hát a válság előtt ez inkább 6-7% volt, és a válság után csak 2 évbe tudta 8-9%-ot hozni, és azóta lelassult a török gazdaságnak a fejlődési dinamikája. És hát amiatt, hogy a munkanélküliség még mindig magas, illetve itt főleg politikai okok miatt is a feszültség nőtt, azért ez nem kedvez annak, hogy befektető barát környezet alakuljon ki, és dinamikusan tudjon fejlődni az ország. De azért összességében még mindig egy gazdasági növekedésről beszélünk, csak ahhoz képest, hogy amennyi munkahelyre lenne szükség, annyit nem képes előteremteni jelenleg a török gazdaság. Törökország legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere az Európai Unió vitán felül, fontos még az Amerika is, fontos Oroszország, illetve a Közel-Kelet. Milyen hatása lehet annak, hogyha mondjuk a török gazdaság most meginog itt a kormány bizonytalanságok kapcsolatban? Melyik ágazatok szenvedhetik ezt, melyik európai ágazatok szenvedhetik meg a legjobban? Hol kell tartani következményektől, és hát konkrétan mondjuk Magyarországot mely területeken érintheti?
De a jelenlegi állások alapján azért úgy tűnik, hogy ez leginkább az Törökországot fogja negatívan érinteni, és kevésbé fog átgyűrűzni más európai országok gazdaságára. Ez azért azt gondolom, hogy mindenképpen a jó hír kategóriába tartozik. Hogyha itt a termeléssel nem lesz probléma, akkor azért azt gondolom, hogy az autóipar, meg a különböző textilipar tevékenységek azok remekül fognak tovább menni. Hát leginkább a szolgáltatóipar az, ami mindenképpen megérezheti ennek a hatását, és főleg amiatt, hogy a turizmus oldaláról bevétel kieséshez jut, vagy hát kényszerül a török gazdaság. Úgyhogy emellett pedig különböző biztonságpolitikai kiadások növekedhetnek, amik pedig a költségvetésre nehezedhetnek, és emiatt elképzelhető, hogy majd valamilyen megszorítást kell a kormánynak létrehoznia, vagy bevezetnie, úgyhogy ezek azok a területek, amik veszélybe kerülhetnek az elkövetkezendő időszakban, de ahogy mondom, ez inkább Törökországot érintheti, és nem fog annyira átgyűrűzni más európai, vagy más térségbeli országokra. Én említette a turizmus, itt közben gyorsan utána néztem, a világ 100 legjobb szállodájából 11 található Törökországban, nagyjából 20 és 30 millió turista között megy oda évente, akik ilyen 20 milliárd dollárt költenek, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos ágazat. Van még egy nagyon fontos dolog, ugye a világ pénzügyi együttműködése az nagyjából most már összefonódott, Ázsia, Európa, Észak-Amerika. Mennyire van beépülve a pénzügyi intézményrendszer Törökországba, illetve Törökország mennyire vesz részt a pénzügyi intézményrendszer alakításában? Hát olyan szempontból be van épülve, hogy más országoknak a bankjai jelen vannak a török piacon, tehát mindenképpen része a nemzetközi pénzpiacnak. Elég, ahogy említettem, elég nagy külföldi finanszírozási igénye van egyébként a bankszektornak is, úgyhogy ilyen szempontból az nagyon fontos, hogy fennmaradjon a likviditás Törökország irányába, de ez is inkább az ő szempontjukból fontos. Kevésbé jelentős a másikák, tehát Törökország nem annyira finanszíroz más országokat, úgyhogy itt ezen az ágon is sokkal inkább Törökországnak van veszíteni valója, mint más európai vagy más világbanknak ezen a pénzügyi téren. Erdogan elnöknek nagyon komoly a társadalmi támogatottsága, hullámzik ugyan, de alapvetően igen. Ő egy öntörvényű politikus. Mennyire számít öntörvényűnek a pénzügyi piacon Törökország? Könnyű-e üzletelni a törökökkel? Könnyű-e hasznot kihúzni belőlük, vagy ott kell tartani? Ön is említette, hogy nagyon komoly befektetéseket eszközölnek külföldi cégek Törökországban. Hát nagyjából a külföldi működő tőkebeáramlás, tehát ezek a közvetlen tőkebefektetések, ezek a válság előtt még olyan 3-4%-ot tettek ki a GDP arányában, és azért az elmúlt években már csak 1-2% közötti mértékű volt ez a külföldi működő tőkebeáramlás, tehát azért az egy picit mutatja, hogy a bizalom Törökország irányába már-már megingott az elmúlt években, és hát ennek szerepe van abban, hogy hát nem lehet pontosan látni, hogy milyen politikai rendszer fog kialakulni Törökországban. Egyre több volt a korrupciós botrány, akár Erdogan elnök körében is, ami semmi esetre sem kedvez a külföldi működő tőke beáramlásnak, és hát a török líra azért nem csak ma gyengült jelentősen, hanem az év eleje óta folyamatosan gyengült, az elmúlt egy évben már ilyen 25-26%-os gyengülésen ment át. Ugye ez azért azt jelenteni, a forintra levetítve, hogy a jelenlegi 310 forintos euró árfolyam durván olyan 380 környékére menne föl, tehát ez egy elég jelentős gyengülés. Ugye ez azt mutatja, hogy azért a török gazdaságba vetett bizalom az elmúlt időszakban már valamennyire meginogott, de azért mindenképpen elég jó profitokat lehet elérni az ottani termeléssel, hiszen még mindig a munkaerőköltségek azok viszonylag alacsonyak, alacsony termelési költségekkel lehet előállítani a termékeket, úgyhogy ez valamennyire még vonzóvá tette, meg hát emiatt vonzó Törökország, illetve amiatt, hogy nagyon sok a munkaképes korú lakosság, akit elméletileg be lehetne vonni a munkaerőpiacra.
Említette, hogy nagyon erősen leértékelődött a török líra, és mivel egy exportorientált országról van szó, akkor ez nagyon, nagyon jól jön nekik. Ugye az euróban kapják a pénzt, ott viszont lírában fizetik ki az embereket, tehát nagyon szépen lehet keresni vele. Nem lehet, hogy volt ebbe szándékosság is, hogy a kormányzat szándékosan játszott arra, hogy leértékelődjön a fizetőeszköz? Na, hát ezt nem gondolom, hogy ez elsősorban szerepet játszott volna benne. Természetesen egy gyengülő török líra az erősíti az export helyzetet, tehát kedvezőbbé teszi, versenyképesebbé teszi átmenetileg a török termékeket a nemzetközi piacon. De ahogy említettem, azért itt nagyon sok szempont szerepet játszik abban, hogy melyik országban érdemes termelni, és egy ilyen korrupcióval átitatott veszélyes országban azért önmagában a deviza leértékelés nem fogja segíteni az országban a termelés növekedését. Tehát van egy negatív hatása is a leértékelődő árfolyamnak, az az infláció, hiszen Törökországban folyamatosan 8-9% körül van most már az inflációnak az üteme, mértéke, ami azért elég gyors inflációt jelent, és hát emellett ugye az embereknek a vagyona, akkor az ennyit is értékelődik le, amit hát annyira nem üdvözöl természetesen a lakosság. Az egyedüli jó hír az, hogy az elmúlt egy-két évben a bérek azok gyorsabban tudtak nőni, mint az infláció. Tehát emiatt a Törökországban megszerzett béreket, ha ott költötték el, abból tudták növelni a fogyasztásokat, viszont hogyha külföldön akartak költeni egy leértékelődő devizával, már a vásárlóerejük az jelentősen csökken, így aztán például az egyfőre eső nemzeti össztermék az elmúlt pár évben meredeken zuhant lefelé. Németh Dávidnak, a KNTH Bank vezető elemzőjének nagyon szépen köszönjük ezt az értékelést, és